Hol van a kézifék? Keresd meg! Ez el van dugva. Itt szokott lenni, nem? Igen. Szivat mi? Egy kicsit. Olyan kocsit vettél, hogy mi nincs kézifék. Látod, mindig azt csinálom, amit mondanak, ez ilyen jó lesz majd. Menj oda. Nem. És amit az előbb kérdeztél, hogyha ugye egyenrangú útkereszteződésről beszélünk, az mit jelent, hogy egyenrangú útkereszteződés? Hát, hogy ugyanolyan rangú. Milyen tábla irányítja a kereszteződésben a forgalmat? Milyen jelzőtáblák vannak? Hogy hívjuk azokat? Stop tábla. Igen. Álljásöbbségadás kötelező, de igen. Elsőbbségadás elsőbbségadás kötelező tábla. Az a sárga? Nem, az a főútvonal tábla. Ja. A színek alapján. Nézzünk egy pár ilyen szituációsat, jó, ezeket a kis sarcetliket, hanem akkor hoztam neked egy olyat, hogy... És akkor... Hát kezdhetünk akkor az egyenrangúval. Ha letakarod, marad uh-huh. két jármű. Mi alapján döntesz? Jobbkész szabály. Ki kinek jobb kezet? Hát ő neki. Mert akkor ugye jobb oldalán van. Akkor a cél megy utána, és az utánozá. Úristen, és ez komolyan, ezt így az emberek alkalmazzák az minden napi életben? Muszáj, különben állandóan karosszériáshoz járni. De ezt hogy lehet megjegyezni? Könnyen. Kimész az útra, és akkor te ezt így vágod, hogy akkor ki, honnan, merről. Igen, hát a fejjel lefelé nézem, és meg is megy. Ez nem is igaz. Csináljuk a rendőr, hogy mutogat. Ja, meg a műszaki. A műszaki, a kocsinak a műszaki részét, tehát hogy az... Jó, az alapvető műszakot kell csak, mert az úgy is fog az autó. De lesz benne a kresszeng, ebből lesz, kérdés. Lesz. Az tehát, ilyen amper, meg nem tudom, meg ilyen miért? Fasságok. Hát, de hogy, ezt hogy lehet megjegyezni, aki ehhez nem ért? Hát de jártál iskolában, nem? De én, hát jártam, de nem figyeltem oda. Jó. Tehát fizika, matek, kémia, ez így kimaradt. Pedig van, autós fizika van benne bőven. No, a rendőről mit kell tudni? Hogy nagy kék akkor... kabátban. Ez sem törvényszerű. Hogy buták? Ide vágó dolgokat szeretnék. Hogyha forgalomirányító szerepet tölt. Elromlott a lámpa. Csak akkor irányíthat? Meg hogyha baleset van. Hát bármilyen kereszteződésbe kirakhatják, és hogyha működik a lámpa és a rendőr irányít, akkor mi a helyzet? Orbán Viktor jön. Jöhet, igen. És akkor kinek van elsősége, és mit nézel? Orbán akkor rendőri karjelzést nézel, vagy lámpát nézel? Rendőri karjelzést. Rendőri karjelzést, mert a rendőr mindig fölülbírálhatja a jelző lámpát. És itt le van engedve a karja, tehát hogy nem tartja ki sem erre. Kitarthatja is, meg leengedheti is. Az mindegy? A forgalomirányítás szempontjából jelen pillanatban most a karjelzés lényegtelen. Aha. Most ebben a helyzetben. Aztán amikor még kimegyek a forgalomba és ott lóbálja a karját, nehogy az legyen, hogy de én a tárt megyek. A következő az a karlóbálós, úgyhogy oda még nem. Először kellenek az alapok ahhoz, hogy lóbálhassa a karját. Mm-hmm. Jó. A rendőr átsorog unottan középen, mm-hmm. és nem mutat semmit, csak áll középen. Neked is szabad jelzésed van, nekem is szabad jelzésem van. Ja, értem. Szóval mivel nem, akkor neki van elsőbsége, mert hogy egyenesen megy, ő pedig nagy évben kanyarodik. Na, ugye, hogy megvan. Szóval... Lesz meg. Hát ezt nem tudom, hogy ez fejlesz. Előfordulhat. Veszek egy automata kocsit, ami vezet magától. Hát, de a közvetítési helyzeteket nem fogja felismerni. Ugyan van már táblafelismerő rendszer az autókban, úgyhogy egyel már előrébb vagyunk, de rendőrfelismerő még nincs. Most megyek kresszvizsgára ezen a csodás hétfő reggelen, és azt már tudom, hogy az a tábla azt jelenti, hogy elsőbbségadás kötelező. Remélem sikerülni fog. Sziasztok! Most jövök kresszvizsgáról, 69 pontot kaptam, és... Ne feledjétek, hétfőn reggel a legjobb smink, a napszemüveg. Puszi! Jó reggel! Jó reggel! Szia! Hát ez a nap is eljön. Szia! Hello! Na, örülök, hogy... Levegyem a kabátot?
Még nem kell. Szabadni fog? Még nem ülünk be? Nem ülünk be rögtön. Van egy kis tájékoztató itt az elején, amit szeretnék. Ez egy kocsi. Igen, ő lesz majd a kiszemelt áldozat. Őt nem kell tönkretenni. Miért nem piros? Jó kérdés. Azért, mert nem csak egy emberre gondolkozunk, nem csak benned kell gondolkoznunk, nem mindenki mutat a piros autóba. Én sem mutatok. Tényleg? Igen. No, Évi. Az kis... a kereke. Azt megismertem. Ez egy tükör, ezt is megismerem. Jó, látom, majd te fogod vinni az irányítást, majd igyekszem fölzárkózni. Szóval nekem kéne tartanom egy tájékoztatást. És te szólj a közben. De közben szólhatsz, mert jó. A kérdés az mindig jó. Tehát azt most is későbbiek folyamán is szeretném mondani, hogyha bármi kérdésed van, valami nem tiszta, akkor nyugodtan. Jó, én is fogok sokat kérdezni tőled, mert úgy tudom, hogy eljutott te hozzád az, amit meg kell tanulnod. De ha valami nem tiszta, akkor nyugodtan kérdezz. Jó, úgyhogy most kezdjük akkor a gyakorlati részt. Az elméleti részén már túl hogy vagy. Kell kinyitni az autót? És legelején, mielőtt kinyitnád az ajtót és beülni, kicsit vissza kéne nyúlnunk az elméleti tudásodba, hogy volt egy napi elindulás előtti kötelező ellenőrzés, ahol öt dolgot kellett ellenőrizni az autót. A kereket? Igen! Na, megvan. Így kell ellenőrizni? Nem. Nem. Ahhoz azért kevés vagy. Hogy úgy meg tudjuk ellenőrizni, az autó saját súlyából adódóan azt látni fogod. Ja, tehát lapos, magyarul, hogyha ez ilyen szépen kerek, akkor az nem lapos. Igen, ez tehát ránézésre meg tudod nézni. És akkor nem kell nyomkodni? Nem kell nyomkodnod, hanem műszerrel mondjuk egy 2-4 hetente érdemes ellenőrizni. Mm-hmm. És 5 dolgot kell ellenőrizni, milyen a dolgot? A lámpát? Igen, úgy, mint a lámpa is. De ne ugráljunk ennyire. Mert még nem végeztünk a kerekekkel. Ja, mi a kerekkel? Több mindent, hát, megvan a dísztárca is. Ez felnit. Ja, felnit? Ja, mert mi az a dísztárca? Hát nem az a dísztárca? Nem. Mi mindig azt hittem? Ez a felnit? Ez egy alufelnit, igen. És mi a dísztárca? A dísztárca az, amikor lemezfelni van, tehát ilyen fekete csúnya, és akkor arra fölraknak egy olyan dísztárcát, ami azt próbálja imitálni, hogy is néz ki egy dísztárca. Vagyis, hogy egy mit kell még ellenőrizni? Na, mit kell még ellenőrizni? Hogy mi ne legyen? Van-e vagy nyári gumi? Az is jó, igen, de mi ne legyen a gumin? Hólánc? Mi nem jó? Hólánc? Az nyári nem kell. Mi nem jó, hogyha van egy gumin? Lyuk. Aha, látom, tudod? Hát, igen. De azt már az előbb ellenőriztük azzal, hogyha nem lapos, akkor nincs rajta lyuk. Nem biztos, hogy a kettő között van össze. Igen? Miért akkor nem laposodik le? Hát lassan enged le, mert hogy ezek tömlő nélküli gumiagoncsok. Tehát most már nem fog úgy neked azt is kell. De jó, de honnan tudjam, hogy például nem ott van-e a lyuk, ami áll? Érted? De az oldalán fogod végignézni, tehát nem kell neked gumis szemmel végignézni, hogy ez hogy fog kinézni. De miért? Az miért gáz, hogyha menet közben jövök rá, hogy lyukas? Mit csinálsz akkor? Hogy veszed észre a menet közben a lyukas kerék? Hát gondolom, elkezd forogni össze-vissza, nem? Nem. Akkor így elkezd ilyen... Toltál már lapos kerekű biciklit? Toltam. Mit érzel? Nagyon lassan megy. Mert lassan tolod. Hogy nehéz tolni. Nehéz tolni. Ugyanezt fogod az autónál is érezni. Úristen, hogy az autó is nehezebben. Nehezebben. De te kérdeztél bele, én nem akartam ebbe a részébe belemenni. Te kérdeztél bele. Na igen. És mit kell még ellenőrizni? Ez nekem uncsi már. Na akkor még egy dolgot nézzünk meg. Mi az a barázda mélység? Ez, nem? Ez. Igen. Az 8-9 mm-nek kell lennie. Nem. Akkor 6-7? Van 6-os. 2-3. 1,6 mm a minimális barázda mélység. Hát ez sokkal mélyebb. Hát akkor, tehát akkor ez nekünk... Ez egy rossz kocsi. Ez egy rossz kocsi. Csak a gumikat kell előnőrizni? Figyelj, egyelőre legyen ennyi elég a gumiból, hogyha ezeket megtanultad, akkor utána majd még azért tovább megyünk. Jó. Mert hogy maga a vizsgád, tehát a forgalmi vizsga, az kettő részből fog állni. Van egy kötelező ellenőrzés, ezeket a kötelező ellenőrzéseket végig kell csinálni, amit elvileg napi első elindulás előtt mindenkinek meg kell csinálni. Ja, a vizsgán így kezdünk. De a vizsgán így kezdünk. Tehát ez az első, hogy azt fogják mondani, hogy napi elindulás előtti ellenőrzés, vagy a jármű biztonsági berendezésének az ellenőrzése, ezt meg kell csinálnod, és akkor utána következik csak maga a vezetési rész.
hogy azért muszáj ezt átnéznünk. Egyrészt nem árt, hogyha tisztában vagy az alapvető dolgokkal, és mondjuk nem indulsz el egy defektes gumival, vagy nem indulsz el mondjuk... De van olyan vizsgabiztos, aki kiszúrja a gumit? Hogy észreveszed el? Arra gondoltam, amikor már vezetsz. De miért? Az jó teszt lenne, nem? Nagyon jó teszt lenne, és kifizeti a kiszúrt gumit. Jó, hát akkor magyarul arra nem kell számolnom, hogy ilyenekkel megviccelnek. Nem. Nem. Beugratós dolgok nincsenek, tehát tényleg most már csak az alapvető... Ja, nem fizikásak? Nem. Van még egy fontos biztonsági berendezésünk, hogy állunk meg? Fék. Fékberendezés. Hány fék van az autóban? Egy. Na nem, kettő. Melyik kettő? Hát a kézifék, meg a rendes fék. Kézifék vagy rögzítőfék, és a rendes féket. De hát az egy és ugyanaz. Jó a kézifék is. Így kell majd mondani a vizsgálás, hogy rögzítőfék? Nem, csak magadnak leellenőrzöd. De jó a kézifék is. Tehát azért mondtam, hogy kézifék vagy rögzítőfék. Egy és ugyanaz. Kézifék az, amivel baleset esetén meg lehet állni, ugye? A kézifék vagy rögzítőfék, benne van a nevében, hogy megálláskor. Várjál! Állj. A kézifék az a rögzítőfék? Az egy és ugyanaz, igen. Ja, jó, ne kavarjál össze, én nem kavarjál, én az eddig, a másik. Is, eddig is ez akkor az csak sima a másik, fék. A sima féket azt úgy hívjuk, hogy üzemi fék. Üzemi fék. De lehet sima fék is, jó? Aha, okay. És akkor majd én mondom a sima fék. Jó, a sima féket hogy ellenőrzöd? Hát megnyomom. Melyik az? Szerintem a... Várjál. Szerintem a jobb oldali. Ja nem, az a kuplunk. Szerintem akkor a középső. A középső, igen. Akkor maradjunk a féknél. Jó. Hogy ellenőrzöd? És akkor az a gágy, az a kuplunk, ugye? Fordítsuk meg, sokkal az a kuplunk. Igen, bal oldalt van a kuplunk. De miért? Tökéletes lenne, hogy ott lenne a kuplunk. Miért? Nem tudom, nekem szerintem az sokkal jobban néz ki gázpedálnak, mint az. Jó, ezzel nem fogunk tudni változtatni, tehát ez egy standard. Minden egyes autóban így van. Igen. Tehát hogy nem variálják. Igen, hogyha átülsz egy piros színű autóba, abba is minden így lesz. Csücs be, nyom be a fékpedált, és még mindig a középső. Én már elfelejtettem. Nyom be. De most, hogyha ez bejön, akkor nem fog ugye elindulni. Nem. Mit tapasztalsz? De nagyon be kell nyomni. Csak egyszer nyom be, és mit tapasztalsz? Hogy nehéz nyomni. És hol, honnantól nem tudod tovább nyomni, hol keményedik föl? Hol keményedik? Jó, akkor segít. Majd ez, ne ezt mondom is a biztosnak, hogy itt picit följebb, felső egyharmadánál fog fölkeményedni. De most ez komolyan éreznem kell, hogy felső egyharmadánál kell kemény. Hát még most nem, mert most nyomtad le először és nem használod. Ha ezt benyomom, akkor sem indul el, ugye? Azt nem nyomod be, akkor sem indul el. És hogyha ezt nyomom be, akkor sem. Addig nem fog elindulni, ameddig nem jár a motor. Benned kell egy új kulcstartót, mert ez csúnya. Jó, de nincs kulcstartóm, azt majd te fogsz akkor nekem venni. Egy ilyen piros pompom? Piros pompom, jó. Jó, hajlandó vagyok. Na, szóval, akkor itt ez a háromnegyedénre keményedik, azt mondtad? Egyharmadánál? Egyharmadánál, felső egyharmadánál. Annyi mindent kell megtanulni, te jó Isten. És még csak az elején vagyunk. És még el sem indult az autó. Na, és akkor mit kell még itt ellenőrizni? A fényt? Fényt? A világítást? Fényt. Na, az hol kell? Világítást... Én még soha nem ültem itt, tehát hogy én nem a hülyét játszom, és soha az életemben nem de ültem nincs itt. De nincs ezzel semmi probléma. Jó. Ahhoz, hogy le tudjuk ellenőrizni a világításokat, gyújtást kell raknunk az autóra. Ezt el kell fordítani? És elfordítod a kulcsot, igen. De csak egyet fordítasz rajta, amíg ki nem gyulladnak, ha az ellenőrző fordítasz. Ez egy? Ez egy. Jaj, jó, és bizony, és akkor most van, gyújtáson van az autó. Nem vagyok bekötve, az azt jelzi. Így igaz. És amire még emlékszem, mert jelsz volna, az a P az mit jelent? Na, az a P az mit jelent? Parkoló. Autó. Az jó, igen. Tehát akkor mi van behúzva? A kézifék. A kézifék, tehát rögzítve vagyis van az rögzített autó. Fék. Így, az olajszintet jelenti? Az. De nem, az a hőfok. Hőfok. Igen. Az olaj a motornak a hőfoka? Igen. Ez a sebesség. Igen. Meg van, félig van tankolva, ugye? Igen. És miért nem tankoltatta le? Mert félig is megy. Sokkal fogok menni, nem? Nem akartam, hogy tudod, sok súly legyen benne. Ez mit jelent? Az egy motorellenőrző lámpa. A sárga, az mit jelent? Az, hogy már még nincs baj, de majd lesz. Az egy figyelmeztető jelzés, így bizony.
Akkor ezt jól gondoltam. Azt jól gondoltad. A sárga, hogyha a sárga kigyullad... Várjál, ez nem tudom, ez micsoda? Ez a... Fordulatszámmérő. Fordulatszám. A motornak a fordulatszámát jelzi. És hogyha itt van a pirosban, akkor az már nem jó? Az már nem jó. Nem értem a fordulatszámot, hogy ez még az mire kell. Kanyarodjunk vissza akkor a lámpákhoz. Tehát akkor ott van a kapcsolónk. Hogy vannak sorrendben a világító és fényjelző berendezések, tehát azokat, hogyha elkezdett kapcsolni? Mi a legelső? Állójármű kivilágítása? Hát a normál lámpa. Normál lámpa. Azon mi a hivatalos neve? Helyzetjelző. Helyzetjelző. Egyet fordítasz rajta. Merre? Magad felé, befelé. Magam felé? Befelé. Hát erre nem tudom. Befelé. Autóra? Jó, akkor kettőt. Na ugye? Jó, Anna. Jó. Mi van összesen? Melyféle? Helyzetjelző. Tompított fényszóró, távolsági fényszóró. Ezeket így egymás után kapcsolgatod. Ezt úgy fogod tudni, hogy fogod magad felé húzod. Ez most melyik? Mit? Ez most mi? Ez a távolsági fényszóró. Ja, azt nem itt kell bekapcsolni? Nem. A távolsági fényszóró csak a... De miért nem egy helyre? Most ez összekavar. Ne haragudj. Ezt beszéld meg az autógyártókkal. Szóval, távolsági fényszórónak... Igen. Magad felé, de akkor be van kapcsolva. Ha ki akarod kapcsolni, akkor pedig magad felé húzol egyet. Ja. És akkor látod, kialszik a visszajelző. Jó, ez ennyi. Visszajelző és lámpa. Ennyi. És akkor gyere, nézd meg, mit csináltál. Leállok komolyan. A technikán. Sokkal egyszerűbb biciklit vezetni. Jó, egy sokkal és erősebb... És az a ködlámpa, az még most nem ér. Egy sokkal erősebb fény, hogyha, mert onnan föntről nem fogod látni, de hogyha ide belenézel, akkor látod, hogy egy sokkal erősebb. De ezt egyébként ez csak, tehát a lakott területen ezt nem lehet. Ezt a lakott területen nem használhatod. Értem. Ha használod, akkor hamar fognak villogni veled szembe, hogy kapcsold le. Jó, kapcsold ki, kérlek. Jó, van kettő fontos dolog még, amit nekünk le kell ellenőrizni, ami már fényjelzőberendezés. Jó, elrúzom. Meg a hajam. Oké, okay. Milyen lámpának van ugyanilyen fénye, mint a rúzsodnak? Hát a piros lámpának. A helyzetjelző lámpának. Helyzetjelzőnek? A fék lámpának. De ott hátul is volt valami, ami még piros volt. A hátsó köd lámpának is piros színűen. Na, ugye? Hogy ellenőrizzük le a fék lámpát? Megnyomom a féket. És meg tudod nézni te? Ha megnyomod a féket, akkor meg tudod nézni hátul a féklámpát? Nem. Akkor ez így nem fog menni. Itt is kijelzi valami, nem? Nem. Ha nem? Kell kérned segítséget. Kell kérned segítséget. Valaki nézze meg hátul? Nem. Ha nem? Valaki nyomja meg. Neked kell ellenőrizned. El fogod hinni bárkinek, hogy... El, én bármit elhiszem. Na hát ez a baj. Hát ez a baj. Szóval, akkor szépen megkérsz engem. Várjál, most már elfelejtettem. Nem, úgyis nekem kell megnyomni, úgyhogy nekem meg még megy. Krisztián, melyiket fogod megnyomni? A középső pedált fogom megnyomni. Középső a fék? Igen. Egyszer nézzük, egyszer nézzük meg. Hát annyira egyértelmű, hogy jobb lábbal nyomom a gázt. Igen. Ezzel nem mondtál a hülyeséget. Nem, nekem valamiért ez a gázpedál. Annyira logikus lenne, nem? Nem. Ha megnyomod, léci a vitába, muszáj, hogy vitába szálljak veled, mert nekem már ez a logikus. Világi? Nem. Biztos? Ja, világi. Hány féklámpa van hátul? Három. Nagyon jó. És ez az alsó kettő, az csak prizma? Igen. És miért van két kipufogó? Mert ez egy jó autó. Ez egy jó autó? Most már beszállhatunk? Igen. Most fogunk vezetni? Még nem. De miért? Hát mert még nem fogsz tudni elindulni, el kéne magyaráznom azt is, hogy mit kell csinálni. De akkor most már beszállhatunk. Szállj be, igen. Leveheted? Igen, igen. Most már akkor nem szállítalak ki még egyszer, jó? Jó, hát nagyon köszönöm, mert most már ennyit ugrálni, a spinningen nem ugrálok. Képzeld majd, amikor kifogy a fél tank, akkor tolni is kell. Hát, majd ott valamilyen férfit megkérek, hogy segítsen legalább, ennyi hasznuk legyen a világ. Bocsánat, a jelenlévők mindig nagyon rendesek. No, mondtad azt, hogy van a sima fék, amit ugye üzemi féknek hívunk, és mondtad azt, hogy van a kézifék. Kéziféket hogy ellenőrzöd? Hol van a kézifék? Keresd meg. Ez el van tugva. Itt szokott lenni, nem? Egy kicsit. Olyan kocsit vettél, hogy nincs kézi fény. Nem tudom, ez a váltó, igen. Tudom. Mondd már meg, hogy hol. Jó, nem szivatlak tovább. Elektromos kézi fék van rajta. Keresd meg azt a...
Azt te mondd, hogy olyan, egy gomb lesz? De egy gomb lesz. Keresél egy olyan P betűt rajta, amit az előbb láttál a műszerfalon visszajelző. Ott van. És nyomja be? Be van húzva most. Most mit kell csinálni? Most mit kell csinálni? Beülök melléd, átvesszük a műszerfal visszajelzőket, ami nagyon fontos, és akkor utána, ha van kedved, elindulhatunk. Tettük ez a kocsiam most. Na, örülök, hogy csak. Kár, hogy köszönöm. Nem piros. Ez hiba volt. Rácsukhatom az ajtót? Igen. Indul az autó. Jó? Erről az oldalról kerülünk. Jézusom! És hogyha meg szeretnél állni, ha meg szeretnél állni, visszanyomod a kuplungot padlóra, nyomd be a padlóra a kuplungot, és finoman fékkel megáll. Középső melyik pedál. Középső pedál. Ez nem bonyolul. Mondom finoman.